Kedves nézőink, Mártonnapi gyermek délutára várták az érdeklődőket a hétvégén a Szabadidő Központba. Kérem, tekintsék meg erről szóló összeállításunkat. Évek óta hagyomány, hogy a Gyermekek Háza szervezésében megemlékeztek Márton napról. Az idei évben milyen programokkal vártátok az érteklődőket? Az elmúlt évekhez hasonlóan kézműves foglalkozás volt, és a Ludas Matyit Bábszínházban megnézhették a gyerekek. Igaz, ez egyszer volt már, de évekkel ezelőtt. Szerintem ez nagyon jó volt, és tetszett mindenkinek. Új volt viszont a Virgonckodó Játszóház fajátékos, aki Márton napi játékokat hozott. Kirakót, vagy fényképezkedni lehetett a Ludas Matyival, különböző fajátékokat hozott, ami a libával volt kapcsolatos. Velünk volt a Lufi Bohóc, aki felajánlott egy másfél méteres libát, Lufiból hajtogatta meg, és a délután végén, azzal zártuk, hogy kisorsolták. Miért pont a Művelődési Központ aulája volt a helyszín? Hát ugye ez az egy nagy helyszínünk van nekünk, a Művelődési Központban az aula, sőt már a hetes termet is elfoglaltuk, hiszen ott volt a báb előadásunk, de én úgy nézem, hogy ez is kicsi nekünk az aula, mert rengeteg résztvevője volt a programunknak. Milyen korosztály jött erre a mai délutánra? Hát inkább óvodás és alsó tagozatosok vettek részt ezen a délutánon, de nagyon sok volt a felnőtt, akik ugyanolyan szívesen készítették a lampionokat vagy szalvétatartót, mint a gyerekek. Minden évben valami újdonságot hoztok a kézműves foglalkozástok terén is. Az idei évben mit lehetett készíteni a különböző asztaloknál? Textilből készült egy liba, amit hurkapálcára tettek, egy cserépdísz. Különleges volt talán a liba fej, ami végül is egy szalvéta tartó volt, és két helyen volt a lampion készítés, illetve mécses tartó. Újságpapírból vagy pauszpapír libával. Egyszerű volt, de ezzel vonultunk fel a belvárosban. Kik segítettek az asztaloknál? Hát ketten vagyunk kolléganőmmel, akik állandó tagok vagyunk a kézműves foglalkozásokon, és szakkörvezető Harci Ilona, valamint egy pedagógus Szalai Lászlóné, aki évről évre a bőrműves tábort is vezeti nálunk. Mekkora volt az érdeklődés? Lehet-e számot mondani, hogy hány szülő, illetve hány gyerek vett részt ezen a mai mártonnapi programon? Hát szerintem 100-hoz közel volt a létszám, nem számoltuk meg, hiszen arra nem volt idő, de rengetegen voltak, és ahogy az elején mondtam, szerintem kinőttük ezt az aulát. Lesz-e még ebben az évben a Gyermekek Házának valami programja? Érkezhetnek-e a szülők, illetve a gyerekek még ebben az évben valami kézműves foglalkozásra? Igen, a legközelebbi december 5-én lesz, amit majd gyerekek gondolom nagyon várnak, hiszen a Mikulás napját tartjuk városunkban. Mivel zárult a program? Hát az elmúlt évekhez hasonlóan ezt is egy lampionos felvonulással zártuk a belvárosban, Németh Noémi vezetésével, aki gitározott, és Márton naphoz kapcsolódó dalokat énekelt. Lefénymásoltuk a gyerekeknek, úgyhogy mindenki énekelhette szülőkkel együtt útközben. Amikor visszaérkeztünk a felvonulásból, a hagyományokhoz híven megvendégeltük a résztvevőket egy kis libazsíros kenyérrel és libamájas kenyérrel, amit lilahagymával ízesíthettek.